Óriási piros masnyival átkötött udvari mászókát avattak a gyermekkert óvodában. Kilian Géza körzetében több gyermekintézmény is található, akik tőle is várják a segítséget, például játszóeszközök megvásárlásához. Van két óvoda, meg van egy általános iskola, amelyeket mindegyiket jó volna fejleszteni ezért, és nyilván fejlesztjük is őket, meg fejlődnek is, de mindig megpróbáljuk azért elosztani okosan és észszerűen az összegeket, rászorultsági alapon, hogy melyik intézménybe mit vásárolunk, vagy mit veszünk. Gyermekért óvoda valóban most sok felújítást megélt a nyáron, hiszen homlokzatot is újítottunk fel az óvodába, akkor belülről is nagyon megszépült az óvoda, hiszen új festést, új parkettát kapott, és hát még elég nagy hiányossága volt az óvodának az, hogy viszonylag kevés udvari játszó eszköze volt, ez mindenképpen pótolni kellett, és ennek köszönhetően most ezt a kis játszó eszközt sikerült beszereznünk. Közel 400 ezer forint egyébként ez a játszó eszköz. Én nagyon örülök, és egyébként köszönet a polgármesteri hivatalnak is, hogy a szakiroda ilyen gyorsan átfuttatta ennek a játszó eszköznek a beszerzését, mert nagyon sokat egyeztettünk benne az óvoda vezető asszonnyal. Először nem ezt néztük ki, hanem egy másikat, de sajnos már nem fért bele a költségvetésbe. Aztán végül is a szülőkkel egyeztetve és a szülők segítségével ez lett kiválasztva, úgyhogy most fel is tudjuk avatni, és végre hát birtokba vehetik a gyerekek. A rendezvényen ott voltak sokan a szülők közül is, akik segítettek az óvoda felújításánál. Nagyon örültek neki, nagyon sokat tettek is érte, hogy ilyen szépek lettünk. Elsősorban ők a benti munkátokban segítettek, de az, hogy az óvoda homlokzata ilyen gyönyörűen fel lett újítva, ez már régi álmunk volt, és nagyon örülünk neki, hogy most már be is teljesült. Kilián Géza képviselő úr felajánlott nekünk egy kis udvari mászókát, ami különösen azért jött most jól, mert nagyon sok 2,5 éves apróság van most az óvodánkban, és ez pont az ő méretüknek megfelelő játszóeszköz. A játék ünnepélyes felavatása után sportnappal ünnepeltek az óvodások. Először is ugye a mászókavató, és utána pedig ezzel összekötött sport délután. Lesz zenéstorna, ovikörfutás, különféle mozgásos játékok, a végén pedig zárásként egy kötélhúzás.